A mai videóban egy kezdő kombinációt fogok nektek mutatni, amihez statikus rudat fogunk használni. Ahogy ezt sokan tudjátok, nem olyan régen volt egy kisebb műtétem, ami miatt egyenlőre nem is erőltethetem magam ennél sokkal jobban, de én ezt egy percig sem bánom, mert alapvetően nagyon-nagyon szeretem ezeket az alap dolgokat, hiszen ez az a szint, ahol én is szerelembe estem ezzel a sportággal, úgyhogy vágjunk is bele! Kombinációnkat egy forgás összekötéssel fogjuk indítani, egy napraforgót és egy tűzoltót fogunk összekötni, mutatom is, hogy hogyan. Indítani fogunk egy sétával. A belül lévő kéz fönt lesz jó magasan, könyök nyújtva, és a belül lévő láb fog indítani, lesz három lépésünk. Lépünk, hogy belső, külső, belső. Ide, ahogy megérkeztünk, fordulunk a rúddal szembe, és be fogjuk akasztani a külső lábunkat saroknál. Hogyha lefeszítitek a spicceteket, akkor szuperül be fogjátok tudni majd akasztani a sarkat. Miközben indítjuk ezt a külső lábat az akasztásba, a külső kéz megérkezik a rúdra, nagyjából mellkas magasságba, és már elkezdünk dőlni bele a forgásba, hogy kapjunk lendületet. Illetve, ami a nagy lendülethez még fontos lesz, hogy egy jó széles testtávolságot tartsatok a rúdtól séta közben, figyeljetek arra, hogy ne kerüljetek nagyon-nagyon közel a rúdhoz. Miután megvolt a sarokakasztásunk, a másik lábat hátrafele fogjuk nyitni, egy ilyen kis Z-hez hasonló lábtartásunk lesz, figyelünk arra, hogy hátul ne lógjon a térd, hanem húzzuk föl jó magasra. Tehát jó széles sétát indítunk belső lábbal, akaszt a sarok, nagyot nyitunk Z-be. Innen pedig be fogjuk húzni a tűzoltó forgásunkat valahol félúton, és a végén guggolásból egy félfordulattal fogunk följönni állásba. Tehát ahogy forgunk lefelé, nagyjából félútig fogjuk tartani a napraforgót, és ott fogjuk kötni majd belőle a tűzoltót. Ez azt fogja jelenteni, hogy az előlévő lábunkat bezárjuk a rúdhoz, fölzárjuk a térdet, a hátul lévő lábunkat pedig beforgatjuk a rúd mögé hátra, és neki támasztjuk lábfejnél lábszárnál. Tehát nézzük még egyszer a napraforgótól, indulunk belül lévő lábbal, jó széles séta, nagy beledőlés, félútig megtartjuk a Z-t, és onnan behúzzuk a tűzoltót. A tűzoltóból, ahogy megérkeztünk guggolásba, teszünk egy fél fordulatot a talajon, innen jövünk fel állásba, és megérkezünk a rúddal szembe. Miután ide megérkeztünk, menni fogunk tovább egy piruettel. Innen a piruett úgy fog majd kinézni, hogy a jobb lábunkat keresztezzük a bal lábunk mögött, fönt vagyunk jó magas lábujjhegyen. Innen az alul lévő bal kezünket áttekerjük a rúdnak a túloldalára, elkezdünk átfordulni a fölül lévő kezünk alatt, közben kiengedjük a fölül lévő kezet, átgördülünk a kézfejünkön, és visszafordulunk egészen menet irányba. Tehát jobb láb kereszt, átfog a bal kéz, átfordulunk, és megérkeztünk menet irányba. Innen indítani fogunk egy szék és hátra pillangó összekötést, mutatom is, hogy hogyan. Ide, ahogy megérkeztünk a piruett után, rá fogjuk helyezni a testsúlyt a belül lévő lábunkra, és a külső láb fog indítani egy sétát, kettőt fogunk lépni. Meglépünk, hogy külső, belső, és indítunk egy széket. A széknél nagyon figyelünk arra, hogy a hasunkat feszítjük, a térdeket fölhúzzuk comb nagyjából vízszintben, és a comb és a lábszár nagyjából derékszöget zár be. És forgás közben a külső kezünk itt is itt van, mellkas magasságban. És ebből a székforgásból kötni fogunk egy hátra pillangót, méghozzá úgy, hogy a széket hagyjuk forogni egy rövid ideig, nem kell nagyon-nagyon sokáig, nem kell hagyni, hogy nagyon mélyre leforogjunk vele, illetve hogy nagyon-nagyon elfogjon a lendületünk. Picikét forgunk, maximum egy felet vagy egy egészet, és onnan az fog történni, hogy a két térdet egy picikét lentebb engedjük, elkezdünk fordulni a rúd fele befele, átfordulunk úgy, hogy ide az alul lévő kezünknek a vállához kerüljön majd a rúd. Tehát amikor megvolt a szék, akkor leengedjük a térdet,
átfordulunk a rúd fele befelé, ide húzzuk a rudat az alul lévő vállunk elé, és innen beakasztjuk azt a térdhajlatot, ami az alul lévő kezünkkel azonos. Nézzük az összekötést egybe, tehát ide érkeztünk meg a piruettből, innen két lépéssel indulunk, lépünk, hogy külső, belső, szék, le a térd, gyorsan átforgatjuk, és beakaszt a pillangó, nagyon szépen óvatosan leengedjük magunkat térdre, így figyelünk arra, hogy térdek kis terpezben nyitva, spiccek hátul összezárva, és a csípőnket kitoltuk előre. Most pedig, hogy megérkeztünk térdelésbe a pillangó után, nézzük meg a kombinációnak a legutolsó részét. Tehát ide, hogy megérkeztünk térdelésbe, innen ki fogunk lépni a belül lévő lábunkkal magunk elé, lábujjhegyre, és behúzzuk a külső lábunkat előre, és nyújtjuk magasra. Innen, amikor a nyújtott lábunkat elindítjuk lefelé, karból húzzuk magunkat föl, föltoljuk magunkat a belül lévő lábunkkal, és befordulunk ide a ruddal szembe, itt maradunk fönt lábujjhegyen. Innen meg fogjuk cserélni a két kezünket, hogyha jobb kézre dolgoztatok a kombinációban, akkor eddig a bal kezünk volt alul, most átcseréljük, hogy a bal kéz kerüljön föl magasra. Innen elkezdünk fordulni tovább a jobb kezünk fele, behúzzuk a rudat a jobb hónunk alá, és átgördülünk ide a rudnak a túloldalára. Innen fölhúzzuk a bal lábunkat, elindítjuk hátra, balra, és szépen óvatosan leforgunk egészen fenékig, úgy, hogy a bal láb be van hajlítva, a jobb láb pedig marad nyújtva. Nem olyan régen töltöttem fel egy kombinációt, amiben volt egy nagyon hasonló átkötés, azt belinkelem nektek a kis i betűbe, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor ott megtaláljátok. Tehát nézzük még egyszer szépen lassan. Kilépünk előre a belül lévő lábbal, innen behúz a külső, kinyújt, ahogy leengedjük, fölhúzzuk magunkat, szembe fordulunk a rúddal, kezet cserélünk, átgördülünk a rúdnak a túloldalára, nyitjuk a bal lábunkat hátra, balra hajlított térdel, és elhagyjuk a jobb lábunkat hátra nyújtva. Amikor ide megérkeztünk a talajra, akkor elengedjük a bal kezünket, szépen finoman hátraengedjük magunkat a talajra, és itt lesz majd a végpózunk. Most nézzük meg ezt az átfordulást eredeti tempóban, tehát kilépünk, lendít, fölhúz, gördül, és már forgunk is le fenékig, és onnan hátraengedjük magunkat a talajra. Végül pedig nézzük meg a teljes kombinációnkat egybe, egészen a napraforgótól. Indulunk belső lábbal, lépünk hármat, nagy beledülés, mint a Z, behúz a tűzoltó, leengedjük guggolásig, onnan félfordulattal jövünk föl. Megy a piruett, átfordulunk. Innen külsővel kezdünk, kettőt lépünk, szék és hátra pillangó. Ide, ahogy megérkeztünk, kilép a belül lévő láb, lendít a külső, fölhúz, átgördülünk, és leforgunk egészen a talajra, és leengedjük magunkat hanyatt fekvésbe. És ezzel megérkeztünk a kombinációnak a legvégére. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót, remélem, hogy tetszett és hasznosnak találtátok. Hogyha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra még több hasonló videóért. Jó edzést kívánok nektek, sziasztok!